zenei aláfestéssel és igazi látványpékséggel várták a 16. Euróregionális Kenyérfesztivál és kézműves találkozó sajtó tájékoztatóján a megjelenteket. A rendezvényen kiemelték, a hasonló események felelevenítik a háztáji gazdálkodásokat, hiszen sok pékség is ilyen helyről indult. Ez egy kiváló olyan eszköz nekünk, mint kamarának, a kézműipari tagozatnak, hogy a kisvállalkozókat próbáljuk meg propagálni, promotálni, segíteni. Ugye a kézműves találkozó is azért van benne a névben, hogy itt a kenyér az egy fő motívum, mint az életnek a jelképe, tehát mindenképpen a kenyér az egy kiemelt motívum, szakmailag is. De mellette a kisvállalkozások, a kézművesség az egy másik fővonulat. Az idén 7 pékség és 8 kézműves kiállító termékei lesznek láthatók a Dunakapu téren. A pékműhelyek között pedig idén is kiosztják a már presztízsben is sokat jelentő díjakat. Azok a pékségek, akik díjat nyernek, ők büszkén teszik ki ezeket a díjakat, akár az üzletekben, akár a székhelyükön. Hát egy megye kenyeredi, az nyilvánvaló, az egy kiemelt kategória, tehát annak a csengése is már olyan, hogy valamit sugal. Ugye a fesztivál kiflije, annak is igyekeztünk egy olyan nevet kitalálni, ami jelzi azt, hogy ez egy kiemelt díj, ugyanakkor közönségdíj. A Dunakaputéri Kenyérfesztiválra szeptember 9-én vasárnap délelőtt 9 órától egészen délután 3 óráig várják a látogatókat.